Árhullám alakult ki a csapadékos időjárás hatására a Zalai folyóvizeken is. A Mura vízgyűjtő területén 100-120 mm-nyi eső esett az elmúlt napokban, a folyón letenyénél másodfok körüli vízállással várható a tetőzés holnap este. Árvíz közeli helyzet alakult ki a Kerka és a Kebele patak térségében, a Resznek melletti Kebele víztározón harmadfokú a készültség. A helyiek eltérő módon értékelik a nagy mennyiségű csapadék lehetséges hatását. Van, aki szerint nincs az Mások tartanak a víztől, félnek egy a három évvel ezelőttihez hasonló árhullámtól. A Murán jelenleg elsőfokú árvizelőnek készültségben vagyunk, a Murán még árad. Holnap délutára másodfokú szint közelébe várjuk a tetőzést. Az azt jelenti, hogy jelentősebb védekezési munkákra nem lesz szükség, de természetesen a figyelő járőrszolgálat zsilipek zárását ezeket szokás szerint végezzük.